A kalászos növények számára idén a többi növényi kultúrával ellentétben kielégítő volt az időjárás. Már a műtrágyázás időszakától elegendő volt a csapadék mennyisége. Az aszályos idő ellenére a szemkifejlődéskor is éppen annyi eső esett, ami egy közepesen jónak mondható termésátlaghoz szükséges. Nálunk is megkezdődött a mi megyénkben a betakarítása a kalászosoknak. Az árpával kezdődött, a múlt héten még egy ilyen 41 hektárt szinte csak belekóstolgattak a kombány kipróbálásában. Most körülbelül a 41%-a van betakarítva, a termés átlaga 4 tonnához közelít, de jeleztek 7 tonnás árpa területről is. Azt hiszem, a mi megyénkben ez a 7 tonna, ez csúcsnak számít. A gazdák számára kedvező volt, hogy a szeles, viharos idő is megkímélte a táblákat, így a következő hetekben, az őszi árpa után megkezdődhet az őszi búza betakarítása is. A nagyobb falat ugye az őszi búzának a betakarítása, 28 ezer hektáron termel a megye őszi búzát, nagyon vegyes heterogén képet mutatnak a búzatáblák. A gyengébb jellegű területeken, ahol különösen nem volt csapadék, vagy nem időben jött, ott bizonyos megszorulás is tapasztalható. Jobb területeken, illetve ahol kezelték, megfelelő fajtákat vetettek, vagy úgy gondolom, hogy egy jó közepes termést lehet majd betakarítani. A betakarítás előtt fontos a járművek és az emberek megfelelő felkészítése. A száraz növények ugyanis gyakran okozhatnak tűzesetet a betakarítás közben.